Hosszas kiadás után ismét visszatértem a házi mozi stúdióhoz, és az újdonságokat meghallgattam, amiről most egyfajta beszámolót szeretnék átadni. Ugyanis az egyik legdrágább és legfelsőbb kategóriásabb szett, amiket én az utóbbi években hallottam. Talán a top 5-ben biztos, hogy benne van egy árfekvés kategória szempontjából is. Úgyhogy mindenképpen egy kicsit rend, ha jobb dolog lesz ez. Elég velős információt át lehetne ezzel kapcsolatban adni, hogy pontosan melyik komponens mit is tud, úgyhogy igazából két óráig is lehetne erről beszélni, viszont próbálok minél lényegre törőbb lenni. Szóval, hogyha minél több infót szeretnél megtudni a videón kívül, akkor a leírásban található linkre kattints rá, ami a weboldalamra átugor. A infókat megtudhatsz, illetve a Házimozis Stúdió weboldalán az összes termék is megtalálható, ahol elég részletes leírás van egyesével mindennek kapcsolatban. Szóval, a látogatásnak az oka az, az hogy megérkezett. Az úgynevezett Mark Levinson három számjegyes széria, ami egy előerősítőből és kettő monoblokból áll. Mark Levinson 519 az előerősítő forrás CD lejátszó hangerőszabályozó DAC részlege ennek a dolognak, és a kettő végfokot pedig 536-osnak hívják. Ez ugye monoblok, tehát ebből egyet-egyet kell venni csatornánként, szóval nem úszod meg, hogy több mint 100 kilónyi Mark Levinson cuccot rak le a polcra vagy hifizekrényedre, hogyha te is azon szerencsés emberek közé tartozol, aki egy ilyet birtokolhat majd. Az 519-es egy multifunkciós előerősítő DAC CD lejátszó streamer, amit extrém szigorú elvások alapján tervezett a Mark Levinson ott helyben Amerikában, amit ott helyben is gyártanak. Teljes dual a konstrukció, 32 bit 194 kHz PCM és DSD támogatás, Rune, Spotify, Tidal, Cobalt, Deezer, UPnP, netrádió, Bluetooth, APTX kapcsolat és összesen 6 digitális bemenet áll rendelkezésünkre illetve egy A-osztályos erősítőt is integráltak, amit 6-3-as jack formájában érhetünk el a front oldalról. Extra kis figyelmeség, hogy egy színes LCD kijelzőt kapunk a front oldalon, ami az adott album borítóját mutatja ugye színesen, és minden szükséges általános információt az adott lejátszott zenével kapcsolatban. Az építési minősége nem csak az 519-esnek, hanem az 536-osnak is kegyetlen, elég masszív alu blokkokból dolgozhattak, amit egyébként még specifikális a gyártó, ugyanis állítólag a repülőgép gyártásból ismert 63 T5-ös alumíniumot használták a teljes háznak a megépítésére. Erre az előerősítőre volt kötve a Mark az 536-os mono végfog párosa, tehát ugye csatornánként egy-egy darab. Ennek különlegessége, hogy ezt már az új Sheltoni Mark Levinzon gyárban készítették, amire a gyártó elég büszke és elég jó kis infokat hallani erről, hogy egy kicsit böngészgetünk a neten. Ezek az erősítők akár extrém éhes dobozokat is meg tudnak hajtani, ugyanis 8 400 watt kimenő teljesítményt adnak le, így a gyártó leírása szerint akár az Everest DD 67000 es is meg tudjuk vele hajtani, ami ugye egy egészen másik szint, mint amiről most itt beszélgetünk, tehát azért ennél még fejebb van a Harman Luxury Groupon keresztül, nem tudom, hogy mi a csúcs, valószínűleg az Everest az már valamennyire a csúcsot jelentheti így a név alapján. Kábelezés a szokásos Nordos volt, ugye a Házimodus Stúdió az erőszeretettel Nordos kábeleket használ a referencia szobáikban, azt hiszem talán a lentikben is, viszont ez a nagy felső kék szoba, ahol ugye most jártam és az összes stereo is hallottam. Ez kvázi a stereo szoba, ahol minden ilyen jellegű terméket meg tudnak ugye az érdeklődőknek mutatni, ahogy ugye nekem is. A szobával kapcsolatban azt kell tudni, hogy elég sok panel és diffúzor van így körbe minden irányba elhelyezve, plusz még maga a szőnyeg és annak az alátéte is van milyen speciális anyaga, amit kifejezetten erre találtak ki, tehát ilyen akusztikailag kezelt szobákhoz fejlesztették. A hangfalak alá került egy gránitlap, szerintem nem márványlap, hanem gránitlap, régen márványnak hívtam, és valaki, aki ért hozzá kijavított, hogy ez egy gránit lap, de szóval lehet, hogy fordítva volt. Szóval a lényeg az, hogy valamilyen vastag kő van a hangfalak alatt. Ez nyilván azért kell ide, mert a szőnyeg az annyira süppedős és annyira vastag itt, hogy szerintem ilyen nagyon szép, stabilan nem biztos, hogy megállna a hangfal, hogy ugye valamely irányba több súly terhelődik. Szóval ugye ez már csak azért is fontos nyilván ebben a helységben. Én ugyanezen dobozokat használtam annó otthon közel nagyjából két évvel ezelőtt hónapokon át hallgattam, nem csak ugye az olcsóbb Mark Levinson termékeken keresztül, hanem Musical Fidelity-n, Hegelen, Flown és egy rakás egyéb elektronikán keresztül, amit annól én kaptam kölcsön azon hónapokon keresztül, amikor ez nálam volt. Szóval tudom azt, hogy ez hogy szólt Mark meg máson is, és az én szobámban ez mit művelt ez a doboz. Elég megfogott hangi van mélyben, tehát én nagyon túlzott, dünnyögös dolgokat sosem csinált egyik erősítőn sem, még azokon sem, ami kifejezetten mély erős volt. Tehát nagyon jó kontrollt ad alapvetően a doboz. Viszont nálam otthon egyébként öblösebb és testesebb alsó herceket tapasztaltam, és ugyanezt egyébként a koncerta F30 haton keresztül is tapasztaltam, L100-on, 82 on, -on sugárzókon keresztül is, amit ugye nem csak ebben a referenciaházimozói stúdiós szobában hallottam, hanem öm, többségét otthon is, egy részét itt magamnál a, a munkahelyen is, és egy-két vásárolón is hallottam ezeket a termékeket. És nyilván mindenhol valamennyire másképp szól, a lényegi része ugyanaz. Viszont amire ki akarok hükadni, hogy ez a szoba nyilván vagy akusztikailag, vagy... Öm, csillapítás szempontjából annyira gyors lecsengésű mélyeket ad, hogy ilyen nagyon túlzó és előrelépő, burjánzó basszusokat egyszerűen csak nem hallani ebben a szobában. Legalábbis azokon a zenéken, én mélyerősnek ismertem meg, az itt nagyon keményen, nagyon kontrolláltan szól. Szóval, ha elmész a szobában és meghallgatsz valamit, akkor szerintem arra lehet számítani, hogy vélhetően egy átlagos nappaliban, ahol nem ennyire kontrollált a hang élmény, akkor kicsit kerekebb és nagyobb hangot fogsz kapni basszusok szempontjából. És akkor bele is ugranék abba, hogy nagyjából mire lehet számítani egy olyan rendszernél, amit ugye egy anyacég fejlesztett, mert hogy ugye a Mark Levinson és a Revel is a Harman Luxury Groupnak ugye a fejlesztése és terméke, és ezt ott helyben egymáshoz, egymás mellett fejlesztik, tervezik és építik meg. Szóval itt olyan jellegű koherenciát kapsz, amit én azt gondolom, hogy a gyártók többségénél nem annyira kapunk meg, még talán a Lingdorfnál lehet ilyesmit felismerni, vagy olyan gyártóknál, akik ugye egészen a forrás fogva fejlesztenek a hangfalakig bezárólag. És az azért ritka, mert ugye a gyártók többség az vagy hangfalat gyárt, vagy elektronikát, vagy lemezjátszót, vagy ilyen-olyan egy-egy terméket. De mindent átfogóan úgy, hogy ténylegesen egymáshoz fejlesztik a komponenseket, az azért még a mai napig azt gondolom, hogy inkább ritkának mondható, mint sem abszolút csapból folyósnak. Ezen nyilván egy kicsit elárultam azt, hogy mire lehet számítani, ugyanis még a korábban, amit két évvel ezelőtt csináltam videót a Mark Levinson és ugyanezen Revel hangfa kapcsán, az nagyon hasonló volt így hangulat szempontjából, viszont itt maga a részletező képesség és a realisztikusság érzet az, ami nem mondom, hogy nem összehasonlítatom, mert összevethető nyilvánvalóan, de azért egy jóval extrémebb módon csinálja ez a rendszer, mint amit én annó hallottam, és már az se volt azért nyilván gyenge. Szóval van egy nagyon természetes, nagyon könnyed, túlzásoktól mentes hangvétel. Nem tudom fényesnek mondani, nem tudom melegnek mondani, azt sem lehet rá mondani, hogy túlzóan részletez, mert egyáltalán nem, de az sem, hogy elnyeli vagy összemossa a részleteket. Szóval olyan, mintha minden szempontból valamilyen elképesztően arany középutat képviselne, és ez igaz arra, hogy milyen a tér ábrázolásnak a mélysége, a színpadon belüli hang és hang közötti arányok, távolságok és levegőség. Az, ahogy a részletezés mennyiségét csinálja, mert minden apró, pici, mikro részletet hallasz, de csak ilyen kis könnyedén, meg ilyen Majdnem azt mondtam, hogy skandináv módon, mert tényleg van benne valamilyen szálós könnyedség alapvetően, de nem húzza úgy túl, hogy akkor, ha van valami szányítás hang, akkor az ilyen extrém nagyra felnagyítva hallod, és akkor le akar nyűgözni valami olyan jelleg részletezés mennyiséggel, ami mondjuk már teljesen irális lenne. Szóval magát az arányokat azt mondom, hogy az hibátlanul hozza. A Revelnek a berillium magassa az azt gondolom, hogy talán az egyik legsimulékonyabb és legkönnyedebb élményt kínálja a piacon belül, amit én eddig így tapasztaltam az évek során. Az biztos, hogy nem mindenkinek az, az mert hogyha valaki egy egyetemen szikrázóbb, színesebb és pattogósabb hangot keres, akkor valószínűleg nem a berélium lesz az. Viszont az, amit a Mark Levinson csinál ezzel a Revel konstrukcióval, ami egy olyan bődületes prezencia, mint generál, ami nem csak a sweet spotban élmény, hanem még oldalról hallgatva, vagy akár a szobán kívülről is. Egy olyan érzete van a dolognak, mint hogyha ténylegesen ott szólna mondjuk egy ilyen dobszóló. Szóval a természetes, életszerű, extrém transzparens és annyira zenei, amennyire csak lehet valami. Én azt gondolom, hogy az, amit a high kapunk, hogy az abszolút felső kategóriában, az véletlenül erről kéne, hogy szóljon. Mert ugye nyilván, amikor belépő közé, vagy akár felsőbb kategóriás, de nem ilyen extrém árazású, vagy kategóriában tartó termékeket hallgat az ember, akkor mindig-mindig valamilyen színvilág felfedezhető, valamilyen egyedi elképzelése a gyártónak. És hiába mondják azt, hogy neutrális, ez nem neutrális, ugye ezt tudjuk, mindenki hallja. És azt gondolom, hogy az, amit itt ez a rendszer csinál, ebbe egyetlen egy szín lehetséges, az pedig a maga az akusztika, amit az akustika csinál a terem rendszereddel. Tehát nyilván, hogyha ezt te berakod egy olyan szobába, ami kezel van, ez olyan lesz, mint hogy ott előtted egy az egyben. Különböző tartományok közötti szeparáció az nyilván egy erénye az adott hangfalnak, és az adott előrösítőnek, meg végfoknak is természetesen, de én azt gondolom, hogy az, amit a Revel csinál így a teljes spektrumon keresztül, az nyilván erősen adja magát, főleg, hogy most ugye van nálam egy ennél olcsóbb azért ugye Performa szériás 206-os Revel, és hallom, hogy ahogy rákötögetek különböző komponenseket, azért változik a hang, és megmutatja elég szépen, hogy mit kötsz mögé. És amit itt tapasztalok az az, hogy nem hallott, hogy összezöngene bármi bármivel. Tehát mondjuk egy Leonard Cohen-t hallgatsz, egy Son Lux-ot hallgatsz, vagy Kang Ding ray akkor nincs az, hogy valamely irányba elhúzza a tónus vagy tonalitást. Tehát, hogy nincs egy ilyen felismerhető hangvétel a dologban, azon túl, hogy olyan, mintha csak a zenét hallanád valami egészen szűzies, mesztelen módon. A valóság hőmény kapcsán én egybe belettem csapva, kicsit ilyen paranoiás hülye gyereknek is éreztem magam, hiszen a Kang Ding ray nek van az Autumn Fold, című Album, egy ilyen szürke borítós dolog, ide fogom rakni, ahol az első számnál már kapásból jelen vannak olyan field recording hangok és felvételek a zenében, ami ugye egy ilyen természetes felvétel, ilyen ajtónyikorgás, ilyen messzi felvétele valamilyen kis, nem tudom, csepphangoknak, meg pattanásoknak. Hallgassátok meg, és akkor tudjátok, hogy mire gondolok. De és ennél a számnál kezdtem el forgolódni, hogy most akkor bejöttem mögé valaki a szobába, mert hogy mögöttem, meg balra is van egy-egy vagy kettő ajtó, és Bególtam róla róla győződve, hogy vagy bejött valaki mögém a szobába, vagy kinyílt magától az egyik ajtó. Mert annyira életszerű volt egy-két hang a zenében, hogy engem teljes mértékben átvett. Szóval van egy ilyen jellegű hatása ennek a szetnek. Basszusokról ugye beszéltem egy pár szót, hogy elég vasmarokkal van minden itt fogva és kezelve, amiről ugye egyrészt tehet az akusztika, maga a szobának az akusztikai kezelése, és nyilván a rendszer maga is. Azt el kell, hogy mondjam, hogy maga a 228-es Revel Sugar, amiket én otthon használtam jóformán bármilyen erősítővel, Szonluxnak bármelyik zenéje az egyik legjobban ezen szólt. Én nem hallottam olyan hangfalat, amin jobban szólna egy Sonlux dob játék, mint ezen a Revel hangfalon. És ezt túlzás nélkül mondom, teljes mértékben le tudom mellé rakni a voksomat, hogy az egyik legrealisztikusabban, legkönnyedebben és teljes értékűben ez az, ami képes arra, hogy megszólaltassa azt, ami ott történik, nem csak a középfelső tartományban, de már a mély szekciónál is. Az a fajta kerekség a lábdoboknak a maga a ritmusa, sebessége, ereje, formája, minden úgy, ahogy van, azt gondolom, hogy annak úgy kell szólnia. És én azóta is, két év ugye eltelt azóta nagyjából, vagy másfél év talán, és azóta is a számomra így fejben a referencia minden héten eszembe jut, és majdnem minden rendszert ehhez hasonlítatok egyébként, hogy szól-e ez úgy, mint annó az a Revel, így emlékeim szerint. És itt ebben a szobában is ugye meghallgattam nyilván a szokásos Sonlux trackeket, és a mély sokkal keményebben és Um, nem is tudom, milyen jó szóra, a kemény a legjobb szóra, hogy hogy szól, mint ahogy nekem ugye otthon szólt, Szóval én otthon egyébként jobban szerettem ennek a 228-asnak a hangját, mint itt, mert ott jobban megtolja azért alulról ezeket a nagyon lentről érkező lábdob hangokat. Kangding Ray-nek a színuszhullámos remektetését is szerintem jobban érzékeltem otthon, mint mondjuk ebben a szobában. Mindezt úgy egyébként, hogy ez egy 35-valahány négyzetméteres tér, jóval nagyobb, mint ez, de mégis itt a kezelés, akusztika stb. stb. ugye oda vezet, hogy egy jóval keményebb hangot kapunk Szóval ez csak mint figyelmeztetés szeretném volna elmondani, hogy bele lehet nyugodtan kalkulálni a dolgokba azt, hogy otthon azért egy fokkal öbbösebben fog szólni a dolog. Összességében ennyit tudok átadni a személyes tapasztalataimról. Én azt gondolom, hogy azért fontos mindenkinek meghallgatni egy ilyen jellegű karakter, nem is kell ezt a teljes extrém felsőbb csúcsot meghallgatni, akár egy olcsóbb Mark Levinson vagy Revel kombót is már érdemes, vagy akár egy Lingdorf olcsóbb Revelt is. Mert megmutatja azt, hogy mi is az, hogy transzparens, áttetsző, mi is az, amikor a szín kavalkád minimalizálva van, hogy kvázi nincsen, mert ez is egy nagyon erős pillére szerintem a hifizésnek. Ez nagyon-nagyon ritka, ez olyan, mint egy fehér holó szerintem, legalábbis egy bizonyos árfekvés alatt. Szóval már csak ezért is érdemes azért futni egy kört ezekkel a brendekkel, és megízlelni, hogy mit is kínál egy ilyen hitvallás és elképzelés. Ha kíváncsi vagy egy ilyen élményre, vagy azon szerencsés emberek közé tartozol, aki egy ilyesmit megfontolhat magának, akkor ezt a házi Mózis stúdiónál meg tudod hallgatni, szerintem egy fix referencia, set és lánc, ez náluk ott a fenti referencia szobában, illetve össze tudod vetni ugye JBL szintézis és egyéb dobozokkal, ami ő megtalálható.